Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, áldjon meg minket az Úr. Ma egy nagyon fontos motivációjáról beszélnék a missziónak, ez pedig nem más, mint a szeretet. Az első korintusi levél 13. fejezete, azt gondolom, hogy nagyon sok ember számára ismert Pálapostolnak a szeretet himnusza, amely így kezdődik. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokába vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyek mozdítok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok lehet, hogy nagyon jó képességeim vannak arra, hogy másoknak az én hitemről beszéljek, hogy bizonságot tegyek, vagy az Isten igéjéről beszéljek, akár lehetek igehirdető, lehetek evangélista, de azt mondja pálapostól, és azt mondja Isten igéje, hogy mindez semmit nem ér, hogyha nem párosul azzal a szeretettel, ami az Istentől jön. És valóban az egyház gyakran itt tévedett a múltban, amikor az igazságot hatalommal, vagy éppen meggyőződéssel, vagy meggyőzően próbálta képviselni, de szeretet nélkül, erőszakkal, vagy éppenséggel, kényszerrel, vagy bármilyen következményét annak fenntartva, hogyha valaki nem hisz, akkor milyen következményei lesznek annak, vagy éppen ráerőszakolni ezt az igazságot másra, hogy ez nem az ő döntése lesz aztán, Mindez csak úgy lehet közvetíteni, hogyha szeretjük azt az embert, akinek bizonságot akarunk tenni. És valóban ez a legfontosabb motiváció arra, hogy miért is beszéljek az én hitemről az én környezetembe. Egyszerűen azért, mert szeretem a körülöttem élő embereket. És ha szeretem, akkor Tudom az, hogy ők elveszett állapotban vannak. Tudom az, hogy nekik nem jó az, hogy Isten nélkül élnek, hiszen én magam is, amikor mielőtt hívő lettem volna, az nekem nem volt jó állapotom, és tudom, hogy mit változtatott Isten az én életemben. Tehát csak is a szeretet tud engem arra rávenni, motiválni, hogy valóban bizonságot tegyek. Ha más motiváció van, akár valamilyen hatalmi dolog, hogy úgy gondolom, hogy ezzel én valami nagy leszek, akár az egyházban, a közösségben, hogyha én bizonságot teszek, vagy embereket győzök meg az Isten szeretetéről, akkor semmit nem ér az. Maga Isten is, ez az, ami motiválta őket, őt abban, hogy az embert megmentse. Hiszen így hangzik az evangéliumnak az igéje, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha nem szerette volna, ha nem szeretné az elveszett emberiséget, akkor nem lenne evangélium, akkor nem lenne megváltás, akkor nem lenne lehetőség az embernek megismerni Istent, és örök életet nyerni. Csak is a, a, szeretet szólítja meg az ember, csak is a szeretet nyitja meg a bűnös ember szívét, hogyha egyéb más motivációval közelítünk, akkor az emberi szív bezárul. Tegnap is spurgeon idéztem, és ma is tőle szeretnék idézni. A tömegeket csak úgy érhetjük el, ha kettőnként és hármanként keressük fel őket, ebben biztos vagyok. Hívjátok meg őket házaitokba, beszéljetek nekik Jézus Krisztusról, a fogadószobáitokban, konyháitokban, hálószobáitokban, az utcasarkon és mindenhol. Ha minnyáján lelkipásztorokká lesztek, akkor nem számít, hogy én élek vagy meghalok. Nagyon sokan gondolták úgy, hogy Spurgeon volt annak az ébredésnek a motorja, ami Londonban volt a 19. században, és valóban hétről hétre nagyon sokan mentek őt hallgatni. De ő azt mondta, hogy ez nem az a fontos, hogy én milyen prédikátor vagyok, hanem sokkal fontosabb az, hogy ti hogyan töltitek be a ti küldetéseteket. És ma is lehet valaki egy jó prédikátor, de egy gyülekezet attól lesz erős, hogy a hívő tagok azok mennyire érzik a Szívükön a küldetésüket, mennyire tesznek bizonságot az ő környezetükbe, hogy meghívják otthonaikba a barátaikat, az ismerőseiket, és az otthonaikban megismerhetővé teszik Istent, az ő szeretetét. Hát nyissuk meg az életünket, nyissuk meg az otthonainkat az emberek előtt, és beszéljünk hiteles módon Isten szeretetéről nekik. Amen.